régi álmamat váltottam valóra, és elkezdtem street artokat, graffitikát, falakra fújt tegeket fotózni, és ennek indítottam egy blogot. Elindítottunk egy olyan gondolkodási utat, aminek az lett a következménye, hogy összejött egy olyan kis alkotócsoport barátainkból, akik megalkottunk egy 21. századi Hanukiát. Teljes egészében újra formáltuk, újra gondoltuk a hanukai gyertyatartónak a funkcióját és formáját, és elkészítettünk egy olyan egyenlőszáró oktaéderből álló hanukai menórát, ami teljes egészében más, mint az eddig ismert hanukai menórák, úgy, hogy egyébként annak a funkcióját teljes egészében megtartja. Ezt az ember Darányi Andrásnak hívják, és a Kitchen Budapest kommunikációs igazgatója. Zsidó ifjúsági szervezetek vezetője volt, 4 évig élt Izraelben, majd hazatérve a Magyar Holocaust Múzeum megalapításán dolgozott, és annak 3 évig igazgatója is volt. Ő az, aki ha mondja, akkor azért mondja, mert úgy is gondolja. Általános iskolás lehettem. Ugye ez a 80-as évek eleje volt, amikor ugye elkezdtem érdeklődni a nagymamámtól, hogy talán mégis megmondaná, hogy miért hord kiskutyát a nyakláncán. És aztán ugye elmondta, hogy ez tulajdonképpen nem kiskutya, hanem ez egy háj betű. Hozzátette a dolgokat, hogy voltunk zsidók, mint voltunk zsidók, ugye sokat beszélgettünk onnantól kezdve Auschwitzról, ilyesmi. És annyira érdekelt engem, hogy elkezdtem figyelni, hogy kik azok, akik tulajdonképpen 80-as években is kiskutyát hordanak a nyakláncukon, és nagyon, nagyon sokan voltak, és ez egy valahova tartozást jelentett. Egy picit elkezdtem odafigyelni, hogy van valamilyen közösség, amihez én tartozom, és azt hiszem, talán a 14.-15. szülinapomra kértem én is egy ilyen kiskutyát, és egy hájbetűt kezdtem el hordani a nyakláncomon. 1984-ben voltam elsős a gimiben. Ott volt egy olyan társaság, ami gimnazistákból állt, meg ilyen nagyon felsős általános iskolásokból, a Radnóti az 12 osztályos volt, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mi zsidók vagyunk, meg egy ilyen közösség kezdett el éppen, hogy csak formálódni, nagyjából így azt hiszem a zsidó vicceknek az örvén, és ők egyik péntek talán utolsó órán mondták, hogy akkor most talán esetleg este menjünk el a rabbi képzőbe. És fogalma nem volt, mi az a rabbi képző, mi az a zsinagóga. Azon a péntek este 6 órakor először beléptem a zsinagógába, akkor elképesztően idegen szituációba éreztem magamat. A rabbi képző zsinagógájának van egy előtere, ahonnan 3 ajtó nyílik valamerre. Azt persze nem tudtam, hogy hova. Az egyik ajtón kijött egy nagyjából annyi idős fiú, mint én, akinek azonnal csókolommal köszöntem, és megkérdeztem, hogy merre kell menni. Tehát totál hülyének nézett. Majd amikor bementem, akkor hát az a teljes UFO, tökéletes UFO világ. Más nyelven emberek énekelnek, fura dallamokkal, egyébként azt sem tudtam, hogy tulajdonképpen ki énekel, hiszen az előimádkozó a tóraszekrény felé, tehát a fal felé énekel, és annak a teremnek az akusztikája olyan volt, hogy azt nem lehetett megmondani, hogy valójában ki énekel, ugye aki annyira hülye, hogy nem tudja, hogy ki énekel, akkor annak fogalma nincs. Na mindegy, én ezt így végig nyomtam azon az estén ezt a tulajdonképpen liturgiát, utána volt kidús, meg kakaóvás, meg nem tudom mi. Elképesztően rosszul éreztem magam, tehát nekem szörnyű volt az este, még annyira szörnyű volt, hogy azt gondoltam, hogy nekem a következő héten is ide el kell jönnöm, mert ez ennyire szar nem lehet, hogyha ezt ilyen sokan csinálják, hát valamit biztos, hogy van itt mögötte valami. Hogy ez hogy változott, tehát identitása, ez egy nagyon érdekes folyamat, mert hogyha most így visszanézek, akkor ezt talán könnyű egy ilyen vonalvezetés csinálni, akkor nem volt könnyű, hiszen nem voltak fogódzóim. Nekem sem voltak fogódzóim, meg az akkori barátaimnak sem nagyon voltak fogódzóink, hiszen egyrészt a zsidóságra úgy tekintettünk, mint vallásra. Tehát, hogy ez majdnem nyilvánvaló volt, hogy ez nem kérdés, hogy mi itt egy ilyen vallási közösséghez tartozunk. Az, hogy itt van ennek valami népi, etnikai háttere, ez nagyon bizonytalan volt. Az, hogy azt merjük mondani, hogy ez kizárólag kulturális kötődés, erre még nem voltunk szerintem akkor felkészülve. Azt gondoltuk, hogy nekünk majd most vallásosnak kell lennünk, föl kell vennünk egy kipát, és kósert kell ennünk, és templomba kell járnunk, és az ortodox zsidók azok az igazi zsidók. És ez szerintem egyrészt egy elképesztő hiba, másrészt egy elképesztő közhely, de az embernek ugye 15-16-20-as évei elején nincs meg az a mérlegelése, hogy
hogy le tudja ezeket a dolgokat tisztázni. Tehát én elképesztően sokat tanultam vallásról, elképesztően sokat tanultam arról, hogy mi a zsidó hit, elképesztően mélyen kellett ezt a dolgot megtanulnom, hogy rájöjjek arra, hogy én egy, nem vagyok vallásos, kettő, lehetek úgy is zsidó, hogy nem hiszek Istenben. Mentünk Izraelbe, egyébként egyetemre. Nem úgy néztünk ki, mint akik menekülnek. Tehát mi nem menekültünk, mi nem menekültként érkeztünk Izraelbe, hanem mi tanulni érkeztünk oda. Nem egy ilyen magyar gettóba kerültünk, hanem bekerültünk egy kollégiumba, ahol mellettünk amerikaiak, argentinok, oroszok, sőt, a mellettünk levő szobában jeruzsálemi arabok éltek. Ez egy iszonyatos nagy érték volt, amikor én ebből hazajöttem, és akkor kezdtem el foglalkozni igazából azzal, hogy a holokausztot hogy lehet oktatási anyagban használni. Kell és szükséges Magyarországon egy holokauszt múzeum. Kell, hogy legyen egy olyan intézmény, ami egyrészt, de nem csak emléket állít, hanem ennek a következményeit egyrészt felméri, kutatja, dokumentálja, de leginkább tanítja. És leginkább azt csinálja, hogy elmagyarázza azt, hogy mi történik akkor, amikor az emberek elkezdik egy, nem tisztelni egymást, kettő, amikor nem tisztelik egymást, vagy amikor már nem tisztelik egymást, a gyilkos indulatokat hagyják felszínre jönni, és milyen az, amikor ezt az állam akceptálja, és nem csak, hogy akceptálja, hanem a törvénykezésébe foglalja ezt, majd ezeket még le is vezényli, és az emberek kiirtásában aktív segítséget ad. Ki kell mondanunk azt, hogy volt olyan idő a történelemben, amikor magyar állampolgárokat hagytak meghalni, vagy nem csak, hogy hagytak meghalni, hanem aktívan elpusztították őket, az egyik magyar állampolgár, a másik magyar állampolgár. És ez az a pillanat, amikor elmosódik az, hogy az egyik zsidó és a másik nem zsidó, hanem egy nagyon-nagyon durva szakadás történt a belső struktúrában. Tehát a magyar államnak az egysége ketté szakadt, és ha ezen túllépünk, felülemelkedni nem tudunk, de hogyha azt mondjuk, hogy próbáljuk ezt a dolgot úgy feldolgozni, hogy amikor kilépünk az utcára, vagy végig gondoljuk azt a pillanatot, hogy mi miben vagyunk mások, hogy mi lesz az a pillanat, amikor majd a mi másságunk majd negatív irányba fordul, akkor el tudunk-e gondolkodni azon, hogy az, akit most mi lenézünk, azzal mi fog történni akkor, hogyha ez a mi lenézésünk eljut odáig, hogy ez, nem tudom, kormányzati politika legyen. Talán ez volt az a gondolat, amikor én azt mondtam, hogy én belevetettem magam abba a munkába, ami a Holokauszt Múzeum alapítását jelentett. Ez azért egy több éves folyamat volt, amiben fiatalok és idősek együtt dolgoztak és együtt működtek. A zsidóság megélésének az útja az mindig is rögös. Azért rögös, mert az egyik oldalon vagy közhelyeket fogalmazunk meg, és ezeket a közhelyeket próbáljuk leképezni a saját életünkben. Én azt gondolom, hogy a szörnyű lesz. Tehát akkor az embernek ugye az olyan, mint a prokrutész ágya, hogy ha rövid vagy, akkor megnyújtanak, ha hosszú vagy, akkor levágnak. Tehát mindenképpen rosszul fogod magad érezni. A másik, meg hogy ha azt mondod, hogy te megpróbálod saját magadat adni, saját magadhoz mérni ezeket a különböző típusú zsidó identitásokat, legyen az akár etnikai típusú, legyen az akár vallási típusú, legyen az akár kulturális, akkor fogod magad igazán kényelmesen érezni ebben a zsidóságban, mint térben, vagy mint gondolkodásban, vagy mint struktúrában. Szakadjunk el attól, hogy csak és kizárólag vallásnak lehet tekinteni a zsidóságot. Szakadjunk el azoktól a közhelyektől, hogy meg kell feleljünk nagy szakállas pajászos emberek elképzelésének. Szakadjunk el attól, hogy aki zsidó, az csak és kizárólag Izraelbe fogja magát jól érezni. És szakadjunk el attól, hogy nekünk a nap 24 órájában akkor zsidónak kell éreznünk magunkat. Ha te meg tudod fogalmazni, hogy Magyarországon élve hogy lehetsz büszkén magyar, hogy tudod elfogadni azt, hogy ez a Budapest ez egy fantasztikus város lehetne, ha akarna, és egyébként a budapesti identitásodat meg tudod élni zsidóként is, és része tudsz lenni a budapesti vagy a magyar zsidó közösségnek, és te ebben jól tudod magad érezni, akkor jó lesz, akkor te magad is jól fogod magad érezni. Ha megpróbálod közhelyeknek, vagy könnyen közhelyesíteni ezt az egészet, akkor azt fogod érezni, hogy valami nagyon kényelmetlen.